Továbbra sem hajlandó egyik vádlott sem elismerni, hogy tevőlegesen részt vett a 11 éves kaposvári Szita Bence kegyetlen meggyilkolásában. A mai tárgyaláson a három vádlottat a bíróság előtt szembesítették egymással. Mindhárman a másik kettőre vallottak, és azt állították, hogy ők nem vettek részt a gyilkosságban. Egy valamiben egyezik mindhárom vádlott állítása, abban, hogy a másik kettőtől való félelmében nem mert tenni semmit a kisfiú életének megmentése érdekében. Hogy én nem vagyok gyilkos! Ez csak Horváth Attila is, a rendőr, nem mindegy. Alá tudja támasztani meg, majd ugye bizonyítékot megadtanunk. Most már van mit megbánni, mert van. Itt a jegyzőkönyv egyértelműen Ától Ceti leírja azt, hogy valóban dolgokon alakítják, úgy változtassa a vallomását, mint a kaméleon, úgy az Erika, mint a Erdő. A kisfiú nevelőapjának élettársa, akit felbújtással vádolnak, több vallomást tett. Melyik vallomását is úgy tart kezdeni, azt meg tudná határozni, hogy hova tenni, mert ugye volt egy írásbeli vallomása az előzményekkel kapcsolatban. Az eredménytelen szembesítés után a tárgyalás a tanúk, köztük a kisfiú nevelőapjának és testvérének meghallgatásával folytatódott. Ma hallgatta meg a bíróság azokat a vadászokat is, akikkel a gyilkosság estéjén találkoztak a vádlottak.